Megváltozik az általányos gázszámla elszámolása, naparányos elszámolás jön, ami a kormány ígérete szerint kiszámíthatóbbá teszi a havi fizetendő díjat. Tavaly ugyanis sokaknak váratlanul duplázódott meg a számlákon szereplő összeg. Holoda Attilát kérdezzük. Itt van Skype kapcsolaton velünk az energetikai szakértő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! A hétköznapi gyakorlatban változik most valami? Hát annyiban nem változik, hogy nem lett nagyobb a kedvezményes földgáz mennyisége, nem lett olcsóbb az ára, sőt az úgynevezett piaci alapon képzett ár, ami ugye nem sok köze van az valós piaci árhoz, az sem változott, bár én magam reméltem volna, hogy ebben is tudnak lépni. Itt gyakorlatilag, ha bár kormányintézkedésnek tűnik, valójában nem szól másról, mint az MVM által korábban rosszul alkalmazott számlázási gyakorlat kiigazításáról, tehát maradjunk annyiba, hogy a saját hibájukat szüntették meg végre. Hát így most nagyjából másfél évvel azután, hogy bevezették ezt a rezsinövelést, ahhoz képest elég sokat csúsztak vele. Na de hogyha rosszul működött ideig ez a számlázási rendszer, mi, akik a számlákat fizetjük, károsultak vagyunk? Hát annyiban károsultak vagyunk, hogy ez azzal járt, hogy nagyon sok fogyasztó, azok, akik ugye hirtelen magas számlát kaptak, majd utána az éves elszámolásnál ennek egy jelentős részét, a túlfizetését visszakapták, gyakorlatilag hiteleztek a legnagyobb magyar állami vállalatnak, az MVM-nek, és azért mégse erre kellene berendezkedni, hogy a lakossági fogyasztók hitelezik a nagy szolgáltatót. Nagyon sokan reménykedtek abban, és hát a szakértők is rendre mondják, hogy lenne rá alap, hogy a különböző árak, amelyek rögzített tarifák, valamelyes lejjebb menjenek, mert hogy a nemzetközi árak is változtak. Erre semmiféle ráutaló jel nincsen? Hát sajnos nincs. Én magam, ahogy az előbb is említettem, azt vártam volna, hogy ha másért nem, éppen azért, mert egy ilyen kvázi választási időszakban vagyunk, hogy egy picit hozzányúlnak ehhez a 700 forintos köbméterenkénti árhoz, de nem tették, holott ugye a Németh Szilárd tegnapi sajtótájékoztatója még mindig arról szólt, nem tudom honnan vették eleve ezt a 181 ezer forintos támogatást, amit minden család megkap. Már eredetileg sem volt igaz, azóta meg pláne nem, hiszen 2022. augusztusában 200 euró felett volt a földgáznak a megawattóránkénti ára, most meg 25-26. Ez azt jelenti, hogy nagyjából tizedére csökkent az ár, és még mindig arra hivatkozva próbálnak egy ilyen magas árat behajtani az embereken. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag most a piaci ár az megegyezik a rezsicsökkentett árral, pontosan ugyanannyi, sőt a piaci ár a napi mozgásoknak megfelelően a mostani valuta értékünk alapján, mert azért egész magas az euró-forint árfolyam, bizony alacsonyabb is, mint az a úgynevezett rezsicsökkentett ár, amit fizetnek a lakossági fogyasztók. Bocsánat, az MVM ugye arra hivatkozott nagyon sokszor, hogy neki veszteséget termel a rezsicsökkentett ár, és ezt hozza vissza a fölöttes részeken. Ez teljesen hiteltelen volt? Akkor nem volt hiteltelen, egészen odáig, amíg meg nem, létre nem hozták azt a úgynevezett rezsivédelmi alapot, amit egyébként nem az állami pénzből és nem a kormány megtakarításaiból és egyebekből töltöttek föl, hanem úgynevezett extra profit adóként veszettek jól működő cégektől, lásd repülőtársaságok, olajtársaság és hasonlók. Ebből finanszírozták utána az MVM-nek ezt a veszteségét, tehát azért lehetett az a furcsa ellentmondás, hogy miközben az MVM korábban még csak a veszteségekről beszélt, aztán egyszer csak bejelentették, hogy 300 milliárd forint osztalék előleget fizetett az államnak, hát akkor ez hogy? Hát többek között azért, mert ezt a veszteséget, ami a piaci ár és az értékesítés között volt, az gyakorlatilag egy az egyben minden hónap végén megtérítette az MVM-nek a rezsivédelmi alapból azok a cégek összedobott extra profit adója, amelyeket ez sújtott. Hát tanulság az, hogy az állam végül nem járhat rosszul, legalábbis rosszabbul, mint mi, semmiféleképpen. Hát akkor néz ki, állami vállalatok sem. Hát igen, az összefügg. Az általánydíj viszont marad változatlanul, azzal lehet számolni, amivel eddig, de legalább nem hitelezzük tovább az MVM-et túlszámlázások miatt, ennyivel előrébb vagyunk. Holoda Attila, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, minden jót.